5 ember meghalt, 29 megsérült, még sincs felelőse a mezőkeresztesi busz tragédiának. 6 évig volt büntetőeljárás alatt, 6 év fogházat kért rá az ügyészség, végül mégis felmentették a tömegbaleset okozásával vádolt asszonyt. A bíróság szerint a nő nem tehet arról, hogy a jeges úton megcsúszott az autójával, egy emeletes busznak ütközött, ami később felborult. Az ítélet indoklásakor külön kitértek arra, hogy ebben az eljárásban az autópályakezelő felelősségét nem vizsgálhatták. Ez pedig azért érdekes, mert a szakértők szerint a baleset helyszínén nem volt elég jól lesózva az autópálya. 2016-ban a karácsony előtti hétvégén tömeges karambol történt az M3-as autópályán. Egy turistákat szállító emeletes autóbusz 80 utassal a fedélzetén hazafelé tartott Debrecenbe, amikor este 11 órakor az autópálya mezőkeresztesi szakaszán összeütközött egy személykocsival, majd felborult. A busz mögött a lefagyott autópályán még tucatnyi autó rohant egymásba. Baleset következtében 5 személy életét vesztette, 8 személy maradandó fogyatékosságot szenvedett el, 8 személy 8 napon túl gyógyuló sérülést, míg 21 személy 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el, ezen felül ugye tetemes anyagi kár is keletkezett. 5,5 évvel ezelőtt történt a tragédia. Egy Opel Corsa vezetőjét vádolták meg a baleset okozásával. A miskolci törvényszék nem sokára ítéletet hoz az ügyében, de előbb nézzük, mi történt eddig. Az M3-ason az összetört autók között volt ez a fekete Opel Corsa. Ezek a fotók pedig még a baleset előtti műszaki vizsgák alkalmával készültek. Az ügyészség szerint ennek az Opelnek a vezetője okozta a balesetet. A veszélyhelyzetet a személygépjármű vezetője idézte elő, aki az eljegesedett belső sávon sebességtúllépéssel közlekedett, emiatt megcsúszott. A buszról is vannak fotók. Ezen a videón pedig egy ugyanolyan emeletes Setra látható, mint amelyik felborult. Ugyanabba a flottába tartozott mindkettő, a Grand Tours utazási iroda flottájába. A felborult busz is pont ilyen volt. Műszakilag tökéletes állapotú. Az autóbusz vezetőjének is felmerült a balesetben való büntetőjogi felelőssége, és ezért került sor az ő meggyanúsítására. Két embert, az opelos nőt és a buszsofőr gyanúsították a tragédiáért, végül azonban csak a személykocsi vezetőjét vádolta meg az ügyészség. Halálos tömegszerencsétlenséget eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségével. Legyen szíves, álljon fel! Az ügy előkészítő ülését 2019-ben a Mezőkövesdi járásbíróságon tartották. A vádlott egy jól öltözött, ápolt, középkorú miskolci családanya. A nő így emlékezett a balesetre. Megmondom őszintén, hogy amikor megtörtént a megcsúszás, és már elindult ez a folyamat, akkor én tudva azt, hogy mennyi jármű van mögöttünk, én biztos voltam benne, hogy ezt nem éljük túl. Ennyi maradt a fekete Opel Corsából az ütközések után. A nő 25 évet vezetett balesetmentesen, azon az éjszakán Budapestről tartott hazafelé Miskolcra. A vádlott által vezetett Opel személygépkocsi 120-130 km/h sebességgel érkezett a belső forgalmi sávban. Ezt a szimulációt az érintett utazási iroda hozta nyilvánosságra. A cég azt állítja, hogy a rendőrségtől kapott videó hitelesen mutatja be a balesetet. Az ügyész hasonlóan írta le a busz sodródását. A buszsofőr vissza akart térni az útpályára, az úttestre, ezért jobbra kormányzott. Ez alkalommal viszont az autóbusz megbillent és a bal oldalára dőlt, még mintegy 21 méter hosszan csúszott az aszfalton, majd pedig nyugalmi helyzetbe kerül. A hitelesnek mondott szimuláción egy emeletes busz látható, amelyik az úton keresztben állt meg. A valóságban viszont a Setra két emeletes busz volt, és az autópályán hosszában feküdt. A valóság és a szimuláció közötti eltéréstől függetlenül a szakértők azt állapították meg, hogy a baleseti folyamat az Opel Corsa megcsúszásával kezdődött. A kocsi vezetője a bíróságon így védekezett. Semmi nem indokolta, hogy a 120-as sebesség egy autópályán az gyors lenne. Megmutatjuk, hol történt a tragédia. Egy nyílegyenes szakaszon haladunk az M3-ason. A 133-as kilométerhez közeledve egy híthoz érünk, ahol az út enyhén kezd jobbra ívelni. Amikor a baleset történt, tél és mínuszok voltak.
A levegő hőmérséklete akkor mínusz 3,7 Celsius-ok volt, a rúgdók alatt hőmérséklete mínusz 3,2 Celsius-ok volt. Jeges volt az útpálya, de nem utalt erre semmi. A tévéhíradók felvételein látszik, hogy körben minden csupa dér, ami pára lecsapódásra és fagyásra utal. Időközben kiderült, hogy ezen a szakaszon valóban volt jegesedés. Kétséget kizárólag meg lehetett állapítani azt, hogy a belső sáv útburkolata az eljegesedett. És ezen a jegesedésen történt meg egyébként a csúszás is. Az ügyészség szerint az Opel vezetője felelőtlen volt, amikor 120-130-al ment ezen a szakaszon. Ez a relatív gyors hajtás vezetett a tragédiához. Megszegte a Kressz 25 paragrafus egybekezdésében foglalt rendelkezést, mert szerint járművel a forgalmi, időjárási és látási viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak, az útvonal vezetésének, az útburkolat minőségének és állapotának megfelelően kell közlekedni. A vádirat szerint a Korza vezetője okozta a tömegkarambolt, ezért az ügyész a bíróság előkészítő ülésén 6 év letöltendő fogházat ajánlott fel, amennyiben a nő beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyalás jogáról. Szerintem, hogy a tárgyalás jogáról nem mondunk le. Elnézést. A tárgyalás jogáról nem mondunk le. A megvádolt sofőr ügyvédje tárgyalást akart, hogy védekezhessenek. A mezőkövesdi járásbíróság 2021 márciusban hozta meg ítéletét, és első fokon felmentette az Opel vezetőjét. Az indoklás szerint nem volt bizonyítható, hogy a nő akárcsak gondatlanságból olyan hibát vétett volna, ami a tragédiához vezetett. A bíróság szerint az Opel vezetője nem tudhatta előre, hogy jeges szakaszra fut a kocsival, ezért a 120-130-as tempó nem számított felelőtlen száguldozásnak. Az ügyészség nem fogadta el a felmentő ítéletet és fellebbezett. Így került az ügy másodfokon a Miskolci törvényszékre. Nézzük, most hogyan döntött a bíróság. Nem találta bizonyítottnak a bűncselekmény elkövetését a vádott részéről, és ezért őt felmentette az ellene emelt vád alól. Az Opel vezetőjét másodfokon is felmentették, nem bűnös. A bíróság a felmentést a következővel indokolta. Nem nyert kétséget kizáró bizonyítást, hogy a vádott járművének a megcsúszása és az igen súlyos eredménnyel járó közúti baleset a vádottnak felróható okból az elvárható figyelem és körültekintés elmulasztása miatt következett volna be. De akkor miért csúszott meg? Azon az éjszakán odakint mínusz 3,5 fok hideg volt. Mivel fagyott, ezért az autópályát folyamatosan sózták. Aznap este 20 óra 30 perckor is elindultak a munkagépek. Az útpálya sónedves volt, az M3-ason zavartalan volt a forgalom. Rendkívül nagy számban tanúként meghallgatott járművezető többségének nyilatkozat alapján azt állapította meg, hogy a baleset helyszínét megelőzően az út nem csúszott, és nem is látszott csúszósnak, és csak elenyésző volt azok száma, akik csillogó útfelületről és látható jegesedésről számoltak be. Hirtelen azonban a baleset helyszíne előtt jégpályává változott az úttest, amire senki nem volt felkészülve. Az útborkolat állapotában a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szakaszon változást következett be, amely lokális jellegű jéghártya képződésben nyilvánult meg. A bíróság érvelése szerint ez nem volt előrelátható, ezért a megcsúszás nem az Opel vezetőjének felelőssége. Amikor erre a szakaszra ért, már nem tehetett semmit. Foglaljanak helyet. Ezért nem bűnös, ezért nem felelős azért, hogy öten meghaltak és sokan megsérültek. Természetes mindenkiben az az igény, az a társadalmi igény, hogy egy ilyen súlyos szerencsétlenség okait feltárják, és amennyiben annak felelőse van, akkor az felelősségre vonásra kerüljön. Mi történt valójában, mi okozta a balesetet? A bíróság rámutatott egy aggasztó körülményre, az úttest hirtelen eljegesedésére. A járásbíróság kellő részletességgel vizsgálta a feltárt ellenmondást, majd arra a következtetésre jutott, hogy a nem vitathatóan lokálisan kialakult jéghártya képződésre figyelemmel a baleset helyszínén az útburkolat sókoncentrációja nem volt, nem lehetett a meteorológiai állomáson mért 33,44%-os mértékű. Sok jel mutat arra, hogy a baleset környezetében nem volt rendesen lesózva az autópálya. Azonban, hogy ennek mi lehetett az oka, ezt a 2016 óta tartó büntetőeljárásban máig nem sikerült tisztázni. A bíróság kizárólag azon személynek a felelősségéről dönthet, és annak a személynek a felelősségét vizsgálhatja, akivel szemben az ügyészség vádat emelt. Jelen esetben tehát ez az eljárás nem terjedhetett ki értelemszerűen sem a balesetben érintett más gépjárművezető, vagy gépjárművezetők, vagy adott esetben a
az autópálya fenntartóinak a felelősségére. Kizárólag azt kellett vizsgálnunk, hogy a vádlott büntetőjogi felelőssége megállapítható-e. Csak hogy van itt még valami nyugtalanító. Az autóbusz utasülései két pontos úgynevezett derékbiztonsági övvel voltak felszerelve, melynek használatára József felhívta az utasok figyelmét, illetőleg az autóbusz oldalsó ablaküvegein is fel voltak ragasztva az erre figyelmeztető matricák. A KRESZ szerint azokon a távolsági buszokon, amelyek fel vannak szerelve biztonsági övvel, kötelező az övek becsatolása, ez pedig az utas felelőssége. Ehhez képest a 80 utasból összesen 5 utas kapcsolta be a biztonsági övét. Emellett az is megállapítható, hogy ez az 5 utas nem sérült meg. Az elhunytak és sérültek közül senki nem csatolta be az övét. Utólag nem tudjuk, hogy mi lett volna, amennyiben használják a biztonsági övet. Tény, hogy az Opel Corzás nő megcsúszása egy baleseti folyamatot indított el, majd egy autóbusz felborult. De emiatt még nem kellett volna 5 embernek meghalnia és sokaknak megsérülnie. A büntetőügy a mostani ítélettel lezárult. Vége van.